Zengen az Úrnak áll a szó, szép zene hangján hódoló, mert ő népét megáldja. Nem nézi az ember érdemét, és ilyen adja a kegyelmét. Úgy szeretett ő bennünket, Szent Fia által megmentett, így fölemelt magához. Mind gyermekei most örvendünk, és száll felé dicséretünk. Zengjen az Úrnak áll a szó, szép zene hangján hódoló, mert ő népét megáldja. Nem nézi az ember érdemét, és ingyen adja kitárva, csak állsz, szempilládat görcsösen lezárva. Csak állsz a kereszt emlékével könnyes arcodon, és imádság hangzik most is áldott ajkadon. Ó, atyám, én ő bennük, s ők én bennem állnak most eléd. Csak én rám nézz, csak énre ám, legyen ez elég. A földi út emléke még lelkemben remeg, s vérző sebem vállaimon még tépi a kereszt. Ó, atyám, most mindent átélek újra, s mindazokért könyörgök, kik ott térdre hullva hallják zúgni feléjük a nagy feszítsd meget. Hadd érezzék, én vagyok
akit megfeszítenek. Hadd érezzék, hogy rajtam van a keresztnek súlya. Hadd érezzék, hogy enyém volt a Golgota útja. Segítsd őket tanulni engedelmességre. Hadd értsék meg a keresztig, hányszor estem térdre. Tudják meg, hogy milyen utat szabtál a fiúnak. Tanulják meg, hogy hogyan lehet a bűn felett Úrnak lenni, te benned, Istenem. Hogy meglássák, hogyan voltál, s lettél, Atyám, nekem. És akiken a kétkedés ostora elcsattan, arra kérlek, vondd magadhoz sokkal szorosabban. Mutasd nekik utat hozzád, mutasd azt a régit. Mutasd meg, hogy te adsz erőt az útnak végéig. És ha mégis az ember szívben már-már hit sem marad, ne gyújjon fel ellenük benned még a harag. Ha megfáradt ajkukon már ima sem terem, ne rájuk néz, én rám néz, Atyám, Istenem. Yeah.
Happy Sabbath. Boldog szombatot kívánok nektek. Thank you for inviting me to be with you here today. Köszönöm a meghívást, hogy veletek tölthessem ezt a napot. It's actually my third time that I visit this place. És ez már a harmadik alkalom, hogy ezen a helyen járok köztetek. And seeing the reaction of being welcomed here, I feel I'm at home. És abból, ahogy éreztem a szívélyes fogadtatást a részletekről, meg kell, hogy mondjam, hogy otthon érzem magam. I want to thank you for the beautiful music that you just presented. És köszönjük szépen azt a nagyon szép zenét is, amit éppen hallhattunk. Sometimes the temptation for me is when you hear such music, you just want to say the benediction and sit down. Amikor ilyen zenét hallok, sokszor az a kísértés van bennem, hogy csak mondjam el az áldást és üljek le utána. So we praise God for your ministry. Dicsőítjük Istent a ti szolgálatotokért. Something strikes me every time I come to this hall or this church. Valami nagyon erőteljesen érint valahányszor ebbe a terembe, ebbe a gyülekezetbe jövök. It's like the only church I come to where you feel you're almost in the Garden of Eden, yes? Ez az egyedül olyan gyülekezet, ahol eddig jártam, ahol úgy érzem magam majdnem, mint az Édenben. During Sabbath school I was sitting beside Tamás. A szombatiskola alatt a Tamás mellett, Ócsai Tamás testvér mellett ültem. There was this beautiful smell all around. És olyan jó illat volt körös körül. And I wonder if Tamás has changed his perfume. Azt hittem, hogy a Tamás megváltoztatta az illatszerét. Only to discover that the smell is just in front of me and I'm going to be smelling it the whole time I preach here. És akkor vettem észre, hogy ez a virágcsokor az, ahonnan ez származik, és hogy végig itt lesz majd a szolgálatom alatt. My wife and I will have this exercise of looking in the Bible for God's promises. Nekem és a feleségemnek megvan az a gyakorlatunk, azt szoktuk tenni, hogy az Isten ígéreteit keressük a Bibliában. Ellen White makes a very strong statement for us. Ellen White-nak egy nagyon határozott kijelentése van a számunkra. She said we are not to trust in our faith. Azt mondta, hogy nem csak bíznunk kell a hitünkben, but in the promises of God. Nem csak a hitünkben kell bízni, hanem az Istennek az ígéreteiben. Depending on the translation, there are about 31,000 plus verses in the Bible. Attól függ, hogy hogyan fogalmazza a Biblia, 31,000-nél is több ígéret van benne. And those enthusiasts who are looking for the how many promises are in the Bible, they say roughly between 4,000 to 8,000 promises. És azok a nagyon lelkesek, akik számolgatják, hogy hány ígéret van a Bibliában, azok 7 és 8 ezer körülre teszik. So the sermon this morning is going to be a little bit different a couple of times. A ma reggeli szolgálatom egy kicsit más lesz, mint amilyen szokott lenni. And I want you to start thinking about some promises that you can think of, which you find in the Bible. Azt szeretném, hogyha ti is megnéznétek azokat a néhány ilyen ígéretet a Bibliában, amelyeket ott találunk. So I'm going to list one or two or few of some of my favorite promises that I found. Szeretném, hogyha meghallgatnátok néhány olyan ígéretet, amit én találtam. And every time I list one, I hope that you can reciprocate by sharing another promise from your side. És valahányszor majd felsorolok egyet ezek közül, akkor szívesen venném, hogyha ti is elmondanátok egyet válaszul azok közül, amik nektek sokat jelentenek. Is that okay? Megjegyeztünk? Egyetértetek? The Bible is filled with God's wonderful promises. Mert a Biblia tele van Isten csodálatos ígéreteivel. Here's another one. Here's one from me. Itt van például egy, ez az enyém közül származik akkor. One of my favorite. Ez az egyik kedvencem. Zephaniah chapter 3 verse 17. Sofóniás harmadik fejezete 17. verse. The Lord your God is with you. Az Úristen veled van. He is mighty to save. Hatalmas arra, hogy megváltson. He will take great delight in you. Most állunk meg, most már megkeresem az eredetét, egy picit türelmet kérek. Yeah, because it is so short. Yeah. Megvan, köszönöm szépen a türelmet, tehát olvasom, Sofóniás 3.17. Az Úr a te Istened közötted van, erőső, megtart, örül te rajtad örömmel. Yes? Yeah. He will quiet you with your love, with his love. Hallgat az ő szerelmében. He will rejoice over you with sing. Énekléssel örvendez néked. Amen. Amen. Mondunk rá? Csodálatos, nem? Beautiful, beautiful promises. I want to hear a promise from you, which one of your promises, which you have picked from the Bible. Most viszont akkor tőletek várom, hogy egy ilyen hasonló bibliai ígéretet tudtok-e mondani, ami nektek sokat jelent. Just shout it. Csak mondjátok hangosan. Not usual, huh, to do it this way. Nem vagytok hozzászokva, hogy ilyen módon tegyük, persze. Yes.
Psalm 23. That Psalm 23. Psalm 23. Yes, the Lord is my shepherd. That's right. That's a whole chapter of a promise from God. Yeah, the first one. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. The Lord is my shepherd. Thank you. Here's another one from me. Itt a következő, ezt most én mondom. The Lord shall fight for you. That's Exodus 14:14. Okay. Tehát Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse. And that's easy to translate. The Lord shall fight for you. Az Úr hadakozik ti érettetek. And you shall hold your peace. Ti pedig veszteg legyetek, őrizzétek meg a békességeteket, így hangzik az angol szövegben. Beautiful. Another promise from you. Most megint tőletek várom. Yes. Rob. 26:3. Mely? Jézaja. Let's take the English one. I have got it here. Just a minute. Ézsaiás 26:3-at mondott a Robi. King James version for you. And Ézsaja 26:3. That's it. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. You know it. Mm-hmm. Beautiful, beautiful promises. We will not continue because with translation this is slowing down the process. Nem folytatjuk így, mert azért fordításra ez eléggé lassú, így. But take time in your daily worship to focus on God's promises. De azt kívánom, hogy a napi áhítatotok gyakorlása közben ragadjátok meg Istennek a kifejezett ígéreteit. It's a delight to discover what God has in store for us. Olyan csodálatos azt felfedezni, hogy Isten mit tartogat a számunkra ezen ígéretek formájában. Let's bow for a word of prayer. Hajtsunk fejet egy rövid imádsághoz. Lord, we want to praise your name this morning. Urunk, mi szeretnénk dicsőíteni a te nevedet ezen a délelőttön. Lord, as we gather here, help us to realize your presence through the power of the Holy Spirit. Most, hogy összegyűltünk, kérünk, segíts, hogy tudatosuljon bennünk a te jelenléted a Szentlélek ereje által. And help us, Lord, that we become less and you more in our lives. És segíts nekünk abban, hogy az életünkben mi kevesebbek legyünk, kevesebbet jelentsünk, és te jelents sokat. We pray this in Jesus' name. Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen. Amen. Based on scriptures, the obvious why we exist as Kerak and Seventh-day Adventists. A Biblia alapján az ok, amiért mi létezünk, akár a Kerak, akár a hetednapi adventista egyház. A why that also applies to all of humanity. És ez a miért, ez az egész emberiségre is vonatkoztatható. Can be captured actually in the last book of Psalms, chapter 150. A Zsoltárok könyvének a legutolsó fejezetében ragadható ez meg a Bibliában. And verse 8. A 165. Zsoltárban, a 8. vers. Psalms 150 and verse 8. Bocsánat, 150. Zsoltár és a 8. vers. 6. már kapom a segítséget, 6. vers lesz az. And it goes like this, let everything that has breath praise the Lord. Azt mondja, igen, a 6. vers, hogy minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Praising God. Isten dicsőítése. Worshiping him. Az ő imádása. Acknowledging his goodness, what he's done for you and me. Elismerése az ő jóságának, mindannak, amit érted és értem tett. And doing this with a heart of gratitude. És mindezt a hála lelkületével téve. Friends, this is the big why you and I exist on this earth as Seventh-day Adventists or Kera Christians. Barátaim, ez a mi létezésünknek az indoka, az oka, hogy ezen a földön létezünk, kerakosok vagy hetednapi adventisták. We were created for God's pleasure. Mi Isten dicsőségére, örömére teremtettünk. So I believe that if God has put a promise on your heart, és ezért hiszem azt, hogy amikor Isten egy ígéretet helyez a lelketekbe, celebrate it. Akkor azt ünnepeljétek meg. Praise God. Dicsérjétek Istent ezért. I'm learning in my own prayer. Én ezt tanulom a saját imádságomban is. Instead of having a long list of petitions and requests to God. Van egy hosszú listám azzal, amivel Isten elé akarok járulni. I find myself thanking him for the requests that I want to make.
és úgy találom, hogy már hálát adok neki azért a kérésért, amit éppen elé terjesztek. And praise him for what he's already doing. És dicsőítem azért, amit már is megtett. Try it in your own life. Próbáljátok meg a saját életetekben. Just change that prayer of request to praising him, because he's already acting, he's already moving in your life. A kéréseket váltsátok fel hálaadással, hiszen ő kész arra, hogy válaszoljon a megkeresésetekre. In a different setting, I would normally ask two and two here, just to sit down and pause for a couple of minutes and share and give praise to God what God is doing for you. Egy más helyzetben most azt ajánlanám nektek, hogy alkossunk párokat, és egy pár percet töltsünk azzal, hogy egymásnak elmondjuk, hogy mit tett értünk Jézus. Tehát így kettesével megosztani ezeket a tapasztalatokat. I wish more of our churches would just have a time in the service just to praise to him, to thank him, to point to him. Azt kívánnám, hogy bárcsak minél több gyülekezetünk időt szakítana arra, hogy őt dicsőítsük, hogy felé forduljunk, kifejten ilyen módon is a szolgálatok során, a istentisztelet keretében. Here's a second reason why we exist as Christians on this earth. És itt van egy másik ok arra, egy második ok, hogy mi keresztényként miért is létezünk ezen a világon. And this is a bit more specific to us as broken human beings. És ez egy kicsit még speciálisabb ránk megtört emberi lényekre nézve. Broken human beings who live at the end of time waiting for the return of Jesus Christ. Akik az végidején élünk Jézus Krisztus visszatérésére várva. And I'm sure you're familiar with Galatians chapter 3 verses 28 and 29. Biztos vagyok benne, hogy ismerős a számotokra a Galata levél harmadik fejezetének a 28. és a 29. verse. You're familiar with this verse, there is neither Jew nor Gentile. Hogy nincs zsidó sem görög. Neither slave nor free. Nincs szolga sem szabad. Neither male nor female. Nincs férfi sem nő. For you are all one in Christ Jesus. Mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. If you belong to Christ, ha pedig Krisztuséi vagytok, then you are Abraham's seed. Tehát az Ábrahám magva vagytok. And heirs according to the promise. És ígéret szerint örökösök. There's so many things that Satan does to us to separate us. Sátán annyi mindent tesz azért, hogy különválasszon, elválasszon bennünket. As I travel to various parts of the division, part of my work. Amikor a divízió különböző területein utazok, mert ez része a munkámnak. I see how the devil distracts us and separates us from what is important, why we exist on this earth. Látom azt, hogy az ördög hogyan választ el bennünket a mi létezésünk igazi céljától. So if we are in Christ, tehát, hogyha mi Krisztuséi vagyunk, we share in the blessings of Abraham, akkor osztozunk az Ábrahámnak adott ígéreteken. And we are commissioned to pass it on to broken humanity. És az a megbízatásunk, hogy ezt továbbadjuk a megtört emberiségnek. Genesis 12, and I'm going to paraphrase this verse. Genesis 12. Jelenések könyve 12. fejezete. God told Abraham. Ahol azt mondja, Mózes első könyve, bocsánat, mások. Igen. Mózes első könyve 12. fejezete, ahol Isten azt mondja Ábrahámnak. He said, go, be a blessing. Hogy menj és légy áldásul. And all the nations will be blessed through you. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Notice this word through you. The blessing comes from God, but it is passed on through me to others. Ugye a hangsúly most az, hogy angolban ez úgy hangzik, hogy általad áldatnak meg, tehát az áldás máshonnan jön, de általad lesz közvetítve ezeknek az embereknek. So I look at our church as a community of broken vessels. Én úgy tekintek a mi közösségünkre, a mi gyülekezetünkre, mint törött edények közösségére. Broken people who are chosen by God. Isten ilyen összetört embereket választott ki. To bring God's blessings to the community outside. Arra, hogy elvigyük Istennek az áldásait a kívülvaló közösségnek, a világban lévő embereknek. Friends, there's only one purpose why we exist, is for us to be missional. Az én számomra egyedül egy célja van a mi létezésünknek, és ez a missziós cél. And that can only be our focus. Ez lehet az egyedüli fókusza a mi gondolkodásunknak. Passing on God's blessings to the community outside, which is broken like us. Hogy továbbadjuk az Istentől jövő áldásokat a kívülállók közösségének, akik ugyanolyan megtört emberek, mint mi vagyunk. Jesus Christ was very clear about why he came to this earth. Jézus Krisztus nagyon világosan nyilatkozott arról, hogy miért jött erre a világra. Luke 4:18. Lukács 4, 18. It says the Spirit of the Lord is on me.
Azt mondta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. Mert felkent engem, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, and recovery of sight to the blind. És a vakok szemeinek megnyílását, to set the oppressed free. Hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Basically, to be a blessing. Alapvetően, hogy áldások legyünk. There are many verses in the Bible which define how we can be as a community of blessing to the community outside. Nagyon sok vers van a Bibliában, ami meghatározza azt, hogy miért lehetünk, miért kell nekünk áldássá lennünk a környező társadalom számára. Be merciful, as your heavenly Father in heaven is merciful. Legyetek irgalmasok, amiképpen a ti mennyei atyátok is irgalmas. Love each other, as I have loved you. Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Be kind and compassionate to one another. Legyetek kedvesek és jóindulatúak egymás iránt, just as God has forgiven you. Ahogy Isten is megbocsájtott nektek. Accept one another. Fogadjátok el egymást, just as Christ accepted you. Ahogyan Krisztus befogadott benneteket. There are many more. És sok más is van még. Ilyen but, ige. But notice a pattern in these verses. De vegyünk észre egyfajta mintát ezekben a versekben. The link is always to the Almighty God. A kapcsolódás minden esetben a mindenható Isten. He is a generous owner of all blessings. Ő egy nagyvonalú, nagylelkű tulajdonosa minden áldásoknak. He gives us every blessing. It's God and God alone. Ő ad nekünk minden áldást, Isten, ő egyedül. In early 2009 there was an advertisement which appeared on the sides of the red London buses in London. A londoni vörös ilyen emeletes buszokon 2009 első felében volt egy reklám. It was sponsored by a group of atheists like Richard Dawkins. Ateisták szponzorálták ezt a reklámot. It said there probably is no God. Az volt rá felírva a buszra, hogy talán nincs Isten. Now stop worrying and enjoy life. Ezért hagyj fel az aggodalmaskodással és élvezd az életet. There probably is no God. Stop worrying and enjoy life. Tehát, hogy talán nincs is Isten, ezért ne aggodalmaskodj, hanem élvezd az életet. When I saw it for the first time, amikor először láttam ezt, I thought it was a curious misunderstanding because it suggests that belief in God creates worry. És azt hittem, hogy ez egy alapvető félreértés, mint hogyha azt mondaná, hogy az Istenben hinni az annyit jelent, hogy az ember aggodalmaskodóvá, szorongóvá válik. And it spoils the enjoyment of life. És hogy ez megfosz bennünket az élet örömeitől. By contrast, I wonder if we as Seventh-day Adventists should get together and sponsor another ad to put on the red buses. És aztán azon gondolkoztam, hogy talán össze kéne fognunk nekünk hetednapi adventistáknak, és mi is tegyünk fel egy reklámfeliratot a londoni vörös buszokra. God so loved the world. Isten úgy szerette a világot, that he gave his only son. Hogy odaadta az egyszülött fiát, that whosoever believes in him shall not perish. Hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, but have eternal life. Hanem örök élete legyen. Wow. Now there's a story of hope. Na, ez a reménységnek a története. It has a subject. Ennek van egy tárgya, egy mondani valója. It has a problem. Van benne egy probléma. An action. Egy cselekvés. A solution. Egy megoldás. A happy ending. És egy boldog befejezés. And it's definitely a blessing to broken humanity. És minden bizonnyal áldás a megtört emberiség számára. Referring to our mission of blessings, Ellen White says in Testimonies Volume 9. A missziós megbízatásunkkal összefüggésben Ellen White azt mondja a bizonyságtételek 9. kötetében. She says in Visions of the Night that she's referring to the end of time, the time that we live in. A végidőről beszél ez a szöveg összefüggés, amiben mi élünk. She said in Visions of the Night. És azt mondja, hogy éjszakai látásban I saw that many were praising God. Azt láttam, hogy sokan dicsőítették az Istent. The sick were healed. A betegek meggyógyultak, and many miracles were performed. És sok csoda történt. A spirit of intercession was seen. A közbenjárásnak a lelkülete mutatkozott meg. Something that was not even manifested at the day of Pentecost. Valami olyan, ami pünkösd óta nem mutatkozott meg. Thousands, hundreds and thousands of families were opening their homes to the study of the Word of God. Százak és ezrek látták azt, hogy megnyílnak otthonok a számukra, a családok otthonai a számukra, bocsánat, visiting friends, and hogy százakat és ezreket látott a látomásban, akik meglátogattak családokat, és megnyílt előttük az íge ajtaja. Hearts were convicted by the power of the Holy Spirit. A Szentlélek ereje meggyőzte a szíveket.
And the spirit of genuine conversion was manifest. És az igazi megtérésnek a lelkülete nyilatkozott meg, nyilvánult meg. Great blessings were received by the true and humble people of God. Nagy áldásokat nyertek az őszinte és alázatos emberei Istennek. I heard voices of thanksgiving and praise. Hallottam a hálaadásnak és a dicsőítésnek a hangjait. And there seemed to be a reformation such as we witnessed in 1844. És ez egy olyan reformációnak tűnt, olyan látvány volt, mint amilyet 1840, aminek 1844-ben voltunk tanúi. Praise God and give thanks to him. Dicsőítsük Istent és adjunk hálát neki. Be a blessing in word and action. Legyünk áldások szóban és cselekedetben. This is our commission. Ez a megbízatásunk. It is so inspiring. Ez annyira lelkesítő, inspiráló. God's will be done. Isten akarata elvégeztetik majd. Sorry, maybe I need to correct myself here. És itt egy kicsit pontosítanom kell magamat. God's will has been done. Isten akaratát már elvégezték. And I need to praise him for it. És ezért dicsőítenem kell őt, azért, mert ő már elvégezte az akaratát. God is teaching me over and over again. A very important lesson. Isten egy nagyon fontos leckére tanít meg engem újra és újra. If I preach a sermon, hogyha egy ige hirdetést tartok, or teach a Sabbath school, vagy szombatiskolában tanítok, or even be in a committee, vagy egy bizottságban vagyok, I always ask myself two questions. Mindig két kérdést teszek fel magamnak. Was God praised through my words and deeds? Isten vajon megdicsőült-e a szavaim és a tetteim által? And did God's blessings flow through my words and deeds? És vajon Isten áldásai áradtak a szavaimon és a tetteimen keresztül? Praising God is a big deal, friends. Compared to? Praising God is a big deal. A big deal, sorry. Tehát Istennek a dicsőítése az egy nagy dolog. And the point of my life and your life is to point to him. És a te életednek a legfőbb dolga és az én életemnek a legfőbb dolga az, hogy ő rámutasson. When we move the focus from me to him. A fókuszt, az életünknek figyelmének a központját önmagunkról rá kell áthelyezni. He has the power. Neki van hatalma. To change lives. Arra, hogy megváltoztasson életeket. And to him alone is the glory. És egyedül övé a dicsőség. I recently came across a statement that says, a közelmúltban találkoztam egy kijelentéssel, amelyik azt mondja, the mission of God's people, az Isten népének a küldetéséről. It's not a matter of how great we are at doing things for God. Bocsánat, tehát hogy az Isten népének a küldetése nem abban áll, nem az a lényege, hogy milyen nagyok vagyunk, amikor az ő érte dolgozunk. But a matter of how patient and persistent God is in doing things through us. Hanem az, hogy milyen türelmesen és kitartóan működik Isten rajtunk keresztül. Through you and me, the broken clay pots that God has molded and shaped in us. Rajtad és rajtam keresztül, törött cserépedényeken keresztül, akiket az Isten át tud formálni. And friends, I find this to every time to be a miracle. És barátaim, csak azt mondhatom, hogy minden alkalommal ezt egy csodának tapasztalom meg. I want to pause just to for a few moments to share with you what touches me in my own personal life every week. Röviden most itt szeretnék megállni, megosztani veletek valamit, ami az életem minden hetében úgy megérint engem. These moments that bring me inspiration. Ezek a pillanatok mindig olyan inspirációt adnak nekem. It gives me positive energy and excitement. Pozitív energiát és lelkesedést adnak. When I'm in the office, amikor az irodámban vagyok, I'm always excited about the prayer group on Monday morning in the office. Ott az irodában van egy ima csoport minden hétfő reggel és részt veszek rajta. It's a prayer group, so prayer, I call them prayer warriors. Ima harcosoknak is nevezhetném őket. Where we come together in the middle of the day and we plead and we praise God for what he's doing for us. Ugye ez délelőtt történik a nap közepén, amikor összegyűlünk imádkozni, és dicsőítjük Istent, és imádkozunk hozzá. Without prayer, friends, without God's power, we're not going to go anywhere. Imádság nélkül, Isten hatalma nélkül nem fogunk eljutni sehova. And we have seen many times that we pray very concisely and specifically about certain things, and God answers, performs miracles. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon kitartóan imádkozunk konkrét dolgokért ebben a körben, és aztán azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy az Isten válaszol ezekre az imákra. This has been going on for 2 years. Ez már 2 éve tart. We also have a prayer group in my local church, just next door, St. Albans Church.
Ott a szomszédban a helyi gyülekezetben is van egy hasonló imakör, ahova én járok. And we pray every Wednesday and every Sabbath morning in prayer groups. Minden szerdán és minden szombaton imádkozunk imacsoportokban. And it's quite exciting that these groups in our office and our local church, they're connected to a chain of prayer groups around the world. És ez olyan lelkesítő, hogy ezek az imacsoportok, mint ami az irodámban van, meg a gyülekezetemben, ezek gyakorlatilag egy láncolatot alkotnának a világon keresztül. So for this meeting here this weekend. Például ezért a találkozóért itt ezen a hétvégén. There are people around the world who are praying and fasting for God's glory to be manifested. Emberek imádkoztak és böjtöltek, hogy Isten dicsősége nyilatkozhasson meg, világszerte történt ez. From South Africa. Dél-Afrikától kezdődve. Szingapúrig. To Washington. Washington városa. To London. London. There are prayer groups who are praying for this meeting here that's taking place. Mindezeken a helyeken is vannak például imacsoportok, akik ezért az alkalomért imádkoztak. And it's so exciting to think about God's people praying together, turning to God about a common cause. Annyira lelkesítő, hogy Isten gyermeke, Isten népe együtt imádkoznak, együtt fordulnak az Istenhez. So prayer is very essential. Tehát az imádság nagyon lényeges. The second thing that really excites me, gives me, inspires me. A második dolog, ami szintén nagyon lelkesít engem, lelkessé tesz, is my local St. Albans Church. Az a helyi gyülekezet, ahová járok, St. Albansban. There's one thing I regret about my job is because I travel a lot and I'm away from my local church. Ez az egy jó dolog, hogy sokat kell utaznom a munkámnál fogva, de legalább a helyi gyülekezet közel van. I'm always fascinated by Acts chapter 2 and Acts 4 where they talk about these characteristics of the early church. Engem teljesen lenyűgöz az ősegyháznak az állapota, az a jellegzetessége, amit apostolok cselekedetében olvasunk a második fejezet 43. versében. As I travel to various parts of our division, I see conflict in our own Seventh-day Adventist church. Ahogy már mondtam is nektek, hogy utazok a divízióban, látom, hogy vannak konfliktusok a saját egyházunkon belül is. And then I hear all the things that people are saying about the conflict. És hallom mindazt, amit az emberek elmondanak nekem az adott konfliktusról. I do it as standard practice for me. I open my Bible to Acts 2 and Acts 4 and I start reading the characteristics of the early church. És ilyenkor mindig kinyitom a Bibliát, apostolok cselekedete a második fejezet 43. versénél, és felolvasom nekik, hogy mit tettek az őskeresztények. They devoted themselves to the disciples. One. You quoted already? Yeah, just translate the word because okay. I'm not reading word for word. Okay. Devoted themselves to the disciples. Oda szentelték magukat, mint tanítványok. Had joint fellowship. Közösséget alkottak egymással. They ate, they broke bread together. Közösen ettek, megtörték a kenyeret együtt. I can tell you nothing unites people together as sitting down and sharing food together. Azt mondom nektek, hogy semmi sem hozza annyira közel egymáshoz az embereket, mint hogy leülnek és együtt esznek. They had everything in common. Mindent együtt csináltak. So they sold their possessions and they shared with those who had a need. Eladták a javaikat és megosztották azokkal, akik rászorultak. They were glad and sincere in their hearts. Boldogok és őszinték voltak a szívükben. They were praising God and enjoying the favor of the community. Dicsőítették Istent, és az egység érdekében összetalálkoztak. They were basically a community that brought blessings. Ők egy olyan közösséget alkottak, ami áldásokat hozott. And it says that the Lord added to their number daily. És azt mondja a Biblia, hogy naponta gyarapodott a számuk, az Isten így igazította a dolgokat. Chapter 4. A negyedik fejezetben azt olvassuk a 32. verset, hogy mindent megosztottak. And I like this next one. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of Jesus Christ. És ezt nagyon szeretem ezt a részt, amikor mondja, hogy nagy erővel tettek bizonyságot, 33. vers, az Úr Jézus feltámadásáról. Nem fantasztikus ez? Under persecution, these early disciples. With great power they were testifying to the resurrection of Jesus Christ. Üldözés alatt álltak, és mégis ezek a korai tanítványok, az őskeresztények, az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Nothing unites us more than rediscovering our mission. Semmi sem tesz bennünket jobban egységessé, mint az, hogyha újra felfedezzük magunknak a küldetésünket. When I came in this morning, somebody just said, "Oh, I discovered that this problem in Hungary is 40 years old now."
Mikor bejöttem, akkor valaki azt mondta nekem, hogy én most jöttem rá, hogy Magyarországon ez a probléma már 40 éve fennáll. You know, 40 years is 40. The number 40 is a biblical number. There's something special about that 40. Tudjátok, a 40 az egy bibliai szám, van valami különlegessége. But you know, when I look at the whole situation in Hungary, I look at it as a family that is broken. De amikor ezt a sajátos magyar helyzetet nézem, akkor olyannak látom, mint egy családot, ami széttört. And you don't find this only in Hungary, you find it in many places in our division in the world where our church communities are many times broken. De nem csak itt látunk ilyet, hanem a divízióban és világszerte is nagyon sok helyen sajnos előfordul, hogy a gyülekezeti közösségeink széttörnek. It's a family. We're one under Christ. De pedig ez egy család, mi egyek vagyunk Krisztusban. And the thing that really I pray for all my heart. És én tényleg azért imádkozom szívemből, that we rediscover our mission. Hogy újra felfedezzük magunknak a küldetésünket. Why we exist as a community in Hungary. Miért létezünk mi egy közösségként itt Magyarországon? And if we start praising God and focusing on Him. És hogyha Istenre tekintünk, ő dicsőítjük, és a figyelmünk ráirányul. What a fantastic opportunity for us to be united in mission. To reach the tens of millions of Hungarians here in this country and outside. Milyen nagy lehetőség, hogy egyesítsük az erőfeszítéseinket, hogy elérjük a 10 millió magyar embert, aki körülöttünk él. If we put this as a focus. Hogyha ez válik a figyelmünk középpontjává, everything else, friends, becomes a distraction. It's cosmetic. Minden más, ami ettől elvon, az csak kozmetikázás. Only if we can just focus on that mission, discovering the mission why we exist. Csak erre figyeljünk, hogy mi a mi küldetésünk, amiért létezünk. Back to St. Albans Church. St. Albans Church. Okay. Visszatérve a saját gyülekezetemre St. Albansban. I work as an elder there in the church. Én ott gyülekezeti vén vagyok. I believe that you just it doesn't matter how much you travel, you should still stay in touch with your local congregation. Szóval nem számít, hogy mennyit utazol, az a lényeg, hogy a helyi gyülekezeteddel élő kapcsolatod legyen ég közöttük. And my wife, she's responsible for the prayer ministry in the church. És a feleségem a felelőse az ima szolgálatnak a gyülekezetben. But I'm so excited when I come to church every Sabbath. De én annyira boldog és lelkes vagyok, amikor szombatról szombatra elmehetek a gyülekezetbe. It's a community of about 140 people. Körülbelül 140 testvér alkotja, ember alkotja ezt a közösséget. They're broken, friends. There many of them have stories and they're people who are broken like you and me. Ők is összetört emberek, megvan a maguk története, ugyanúgy, ahogy nektek és nekem is. But they seek God. De látják Istent. They pray. Imádkoznak. They get excited when we have a health expo and we focus on the community in St. Albans. Lelkessé válnak, hogyha meghallják, hogy van például egy egészség expo a helyi településen és részt vesznek benne. I remember the first time this happened, the head elder called me at 5 o'clock in the morning on Sabbath morning. Emlékszem rá, amikor először a gyülekezet vezető vénje felhívott szombat reggel 5-kor. He said, we've never tried this before. What, even our church members don't show up? Azt mondja, még sohasem próbáltunk ilyet korábban, azt se tudjuk, hogy mit fognak tenni a gyülekezet tagjai. That day about 95% of our church members showed up. De hogy egyáltalán el fognak-e jönni, és 95%-a eljött a testvéreknek. And we had about 80 people from the community, they come and they participate in the health expo. És körülbelül 80 ember vett részt a gyülekezetből ezen az expon, ezen az egészség expon. Ja, bocsánat, köszönöm a segítséget. Tehát ezek a nem gyülekezeti tagok közül is eljött még a 80 ember. Some of the people who came off the street, they were so excited about this health expo, they didn't want to leave. Olyan lelkessé váltak, akik bejöttek az utcáról, hogy nem is akartak elmenni erről az egészségekről. You know how it works, you check the blood pressure, you check all kind of things, and one person was up and down, and we had to tell him, please, can you move on? Azt mondja, hogy tudjátok, hogy ez úgy zajlik, hogy van egy vérnyomásmérés, tehát, hogy vannak ilyen egészséggel kapcsolatos kis állomások, és valaki olyan lelkes volt, hogy utána újra kezdte előről, és akkor mondták, hogy most már az ideje lenne, hogy tovább menjen, mert hát másnak is kellett a hely. It's an imperfect community, St. Albans. Our church, my church, is an imperfect community. Az én gyülekezetem, az a közösség, ahol járok a St. Albans, az nem tökéletes. Sometimes we do discuss music and worship styles and clothes and all kind of things. Néha beszélgetünk, vitatkozunk zenéről, istentiszteleti stílusról, ruházatról, meg mindenféle dolgokról. But we try to keep the focus on the mission why we exist. De megpróbáljuk a figyelmünk fókuszát a missziónkon tartani, amiért létezünk. How can we be a community of blessings?
Hogyan lehetünk mi az áldásoknak a közössége? We have printed some prayer requests cards that we went around the homes with the neighbor, within the neighbors. Készítettünk ilyen kis kártyákat, hogy milyen ima kérések vannak, ugye fel lehet ráírni, és ezzel elmentünk a környező otthonokba, felkerestük az embereket. Just to tell them that we are there, we exist. Csak azért, hogy elmondjuk nekik, hogy mi itt vagyunk, létezünk. And if they have prayer requests, we have put some boxes, mailboxes on the church, so people can come and drop the mail, in the mailbox their prayer requests. Kitettünk ilyen kis ládákat a gyülekezetre, hogy írják fel ezekre a cédulákra, hogy ők mit szeretnének, hogy miért imádkozunk, és dobják be ott a gyülekezet ládájába. And we have received many prayer requests. Nagyon sok ilyen imakérést kaptunk. We have a book, a journal, and we pray for these people regularly. És van egy ilyen könyvünk, hogy jól értem, egy könyv, és abban vezetik ezeket a célokat, gondolom, és azt mondja, rendszeresen imádkoznak ezekért az ima célokért, amik így begyűltek. Some people have asked for literature, for books, others have asked for Bible studies. Voltak, akik bibliai tárgyú könyveket kértek, volt, aki konkrétan biblia órát kért, tehát bibliai foglalkozást. God has blessed this broken, imperfect community of St. Albans Church to be a blessing, to pass on the blessing to the community. És Isten megáldotta ezt a kis, tökéleten törött emberekből, megtört emberekből álló St. Albans-i gyülekezetet, hogy áldások forrása legyen a környező társadalom számára. God is so big, friends. He's much bigger than our plans, what we start many times. Isten olyan hatalmas, barátaim, sokkal hatalmasabb, mint a mi terveink. I'm discovering in my work that many times I need to discover what God is doing. Amikor az érdekel, hogy mit tegyek, akkor azt kell felfedeznem először, hogy mit akar Isten, hogy tegyek. Because that train has left the station. God is leading the work. God is initiating through our broken members. As a train leaves? The train has left the station. We need to get on the train. So, hát azt mondja, hogy ahogyan a vonat elhagyja az állomást, úgy az Isten is halad a maga munkájába, és ha lemaradunk róla, akkor úgy járunk, mint aki a vonatról lemarad. There was a case at the General Conference where they were trying to enter Somalia, the country of Somalia. Volt egy olyan eset, a General Conference szeretett volna bejutni Szomáliába. And they were struggling. We have no congregation, no members in Somalia. Nincs se gyülekezetünk, se tagunk Szomáliában. And somebody went to the toilet. És valaki WC-re ment. And they were using some discarded books and paper to kind of clean themselves in the toilet. És hát ott WC papír helyett ilyen régi könyveket használnak, tehát abból tépnek ki lapokat. That person started reading that pages. És az a valaki, aki WC-re ment, elkezdte olvasni ennek az erre a célra, már erre a célra szánt könyvnek az oldalait. It was Adventist literature. Ez egy adventista kiadvány volt. He was so overwhelmed by what he found. He went around and collected all these small pieces of paper that were loose. És ez a valaki, ez olyan lelkessé vált attól, amit olvasott, hogy elkezdte maga köré gyűjteni az embereket aztán. And he started sharing these papers for people to read. És elkezdte odaadni az embereknek ezeket a kiadványokat, hogy olvassák ők is. And as a result of this person who is not employed by the church doesn't know about him. És ez egy olyan személy volt, aki nem állt az egyház alkalmazásában, az egyház azt se tudta, hogy ő létezik. 43 people accepted Jesus Christ. És az ő munkája nyomán, annak a hatására 43 ember fogadta Jézus Krisztust. God is big, friends. Isten hatalmas, barátaim. He's working. Ő munkálkodik. We just need to catch that vision, what he's doing. Nekünk csak meg kell kapni, meg kell ragadni azt a látásmódot, ahogyan ő ezt teszi. So I find myself with my wife every morning. God, please open our spiritual eyes so we can see, catch a glimpse of what you're doing in our life, in our work. Mindig azt kérem, a feleségem eljut az Istentől reggelente, hogy segítsen felismerni az ő munkálkodását az életünkben, és azt, hogy mi mit tegyünk. I just look around here in this hall. There are 200-250 people. Körülnézek itt ebben a gyülekezeti teremben, úgy látom, olyan 200-250-en lehettek jelen. And you all have stories to tell. És mindnyájatoknak biztos van történet, amit el tudnátok mondani. Every time God forgives you for your sins, that's a miracle, friends. Valahányszor az Isten megbocsájt nektek, megbocsátja a bűneiteket, az egy csoda, barátaim. And if we sit down and we share the stories what God is doing in our life, there are hundreds of miracles that we can share to praise Him, to give glory to Him. És ha leülnénk és meghallgatnánk egymás történeteit, akkor történetek százait hallhatnánk, amelyek mind Isten dicsőítik. I challenge you this week, friends, to find 5 people to tell your story, what God has done for you and continues to do. Most szeretnélek felhívni benneteket arra, hogy keressetek 5 embert magatoknak, akiknek elmondjátok azt, hogy mit tett Isten értetek. Sometimes we're focusing too much on the method. We need to find the right method because society outside needs the right method. Sokszor azon szorongunk, hogy megtaláljuk a
az alkalmas módszert, mert az egész társadalom alkalmas módszerekben gondolkodik, amelyik körülöttünk van. It is simple, friends. Share your story. De nagyon egyszerű, nem módszerekkel, nekem menjetek el és keressetek öt embert, akinek elmondjátok azt, hogy mit tett veletek az Isten. It's not about the method. Ez nem a módszerről szól. We often talk about secularism and postmodernism in the country that we live in. Sokszor beszélünk a modernizmusról, meg a postmodernizmusról azokban az országokban, amelyekben élünk. Every generation of Christians have their own challenges to reach the gospel, to preach the gospel. A keresztényeknek minden nemzedéke, minden korszakban szembesült ezzel a kihívással, hogy hogyan ossza meg az evangéliumot. The early disciples had this struggle. Az első tanítványoknak is megvoltak ezek a küzdelmei. They did not have it easier than us. Nem volt könnyebb nekik, mint nekünk. Tell your story. Mondd el a történetedet. Share what God is doing in your life. Oszd meg valakivel azt, hogy mit tett Isten az életedben. That's called evangelism. That's called witnessing. Ezt hívják evangelizációnak, ezt hívják tanúságtevésnek. I believe God will surprise us. Hiszem, hogy Isten meg tud majd lepni ebben bennünket. Meglepetést tud hozni. Csak mondd el a történetedet valakinek, mutass az Istenre, és meg fogsz lepődni, hogy Isten hogyan munkálkodik. At the end I want to finish with some verses from Revelation chapter 7 verse 9 to 12. Végül pedig Jelenések könyve 7. fejezetének egy szakaszával, a 9-től a 12-ig terjedő versekkel szeretném befejezni a mondandómat. Revelation chapter 7 verses 9 to 12. Jelenések 7 9-től 12-ig. And I'll read verse by verse and my friend will translate. After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. From every nation, tribe, people and language standing before the throne and before the Lamb. Minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Fehér ruhákba öltözve és az ő kezeikben pálmaágak. And they cried out in a loud voice. És kiáltának nagy szóval mondván. Salvation belongs to God, who sits on the Lamb, on the throne and to the Lamb. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé. All the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worshiped God. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent. Saying amen, blessings and glory and wisdom. Ezt mondván, amen, áldás és dicsőség és bölcsesség, és hálaadás. Thanksgiving and honor and power and might. Hálaadás és tisztesség és hatalom és erő. Be to our God forever and ever. Amen. A mi Istenünknek mind örökkön örökké. Amen. One day, friends, we will be gathered in heaven together as one community, united under Christ. Kedves barátaim, egyszer majd egybegyűjtetünk a mennybe egy közösségként Krisztus alatt. And we will endlessly praise God with hallelujahs and amens, giving praise to Him, pointing to Him. És vég nélkül dicsérni fogjuk őt, és hallelujahat mondunk neki, és rá fogunk mutatni. Two reasons why we exist. Két oka van annak, hogy létezünk. To praise Him. Hogy dicsőítsük őt. And to tell our story, what He's doing for us. És elmondjuk azt a történetet, ami a miénk, amit velünk cselekedett. May God unite us under the name of Jesus Christ. Bár csak Isten egyesítene bennünket Jézus Krisztus neve alatt. Amen. Amen.